Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Rúf Tamás őrnagy, a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar karmestere. Fontos lesz ez a beszélgetés, hiszen az elmúlt időszakban megszoktuk, hogy Székesfehérvár a művészetek városa is, és az Alba Régia Szimfonikus Zenekar mellett egyre gyakrabban találkozunk egyre nívósabb műsorokban a helyőrségi zenekarral. A találkozó, a helyőrségi zenekarok találkozója az esztendőről esztendőre egy nagy ünnep Székesfehérváron augusztus tájékán. Hát most nem tudjuk, hogy mi lesz ebben az időszakban a koronavírus járvány okán. Ugyanakkor számtalanszor találkozhatunk velük a színházban, hiszen nemrégiben azt hiszem, hogy ez egy áttörés a zenekar életében, és természetesen erről is lesz szó, hiszen az idei év, tehát 2019-2020-ban a kritikusok díját a Chicago kapta meg Horváth Csaba rendezésében, és ebben a darabban is a helyőrségi zenekar játszott Rúf Tamás vezetésével. Emellett ugye folyamatosan ott vagyunk mi a decemberi koncertsorozaton is, és hát számtalan más színházi előadásokon is találkozhatunk a zenekarral. Az viszont számunkra nagyon-nagyon fontos, hogy egy fiatal, egy nyiladozó értelmű kisfiú, amikor elindul a pályán, miként választ magának hivatást, és milyen út vezet addig, hogy most a helyőrségi zenekar igenis megtisztelt karmestere lehet valaki. Kezdjük 8 évesen, azt a kisfiút nézzük meg vissza az időben, aki az édesanyjának azt mondta, hogy... Igen, ez egy kicsit rendhagyó talán. Mi falun laktunk, Nagy Kanizsán születtem, de Kanizsa környéki kisebb-nagyobb falvakban laktunk, ahol értelemszerűen nem volt zeneiskola. A környéken egyedül Nagy Kanizsán volt zeneiskola, és amikor én 8 éves voltam, amikor beköltöztünk a városba, és hát nagyon-nagyon érdekelt ez a zenei világ. Hál' Istennek egyébként egy énekzenei általános iskolába kerültem. Az Nagy Kanizsán, az Rínyi Miklós általános iskola, olyan, mint itt nálunk a Kodály Székesfehérváron. És hát ott kórusban énekeltem rögtön, és közben volt a tágabb családban egy zenész, unokabátyám trombitálni tanult. Nálam már láttam régebben is ezt a hangszert. Gyerekként, kisgyerekként nagyon érdekelt, jól nézett ki, csillogott, villogott, tetszett a hangja, olyan erőt sugárzó hangszer volt, pláne amikor a tévébe felfedeztem, hogy hopp, hát én ezt a hangszert már láttam élőben és a Zsoltnál, így bennem volt, hogy ez úgy érdekelne, és az iskolából, a többiektől is láttam, hogy nem csak kórusba lehet énekelni, hanem lehet zeneiskolába is járni. Biciklizgettem a városba, persze tilos volt, tehát a szüleim nem tudták, hogy én a saját szakállamra 8-8 és fél évesen fogtam, és akkor így felfedeztem a város, mindig egy kicsit messzebbre mentem. Ugye a szülők nem örülnek ennek, hát akkor egy kicsit talán biztonságosabb is volt a világ. De aztán felfedeztem a zeneiskolát, megtaláltam, és hát ki volt írva a kapura, hogy ekkor van felvételi, ekkor pótfelvételi, és utolsó lehetőség, és hát én akkor gyerekként bennem volt, hogy nekem ide be kell iratkoznom. És hát otthon mondtam, de úgy nem nagyon foglalkoztak vele, hogy szeretnék zeneiskolába jönni. Jó, majd fogsz. És ezzel ők elintézték. Na hát én meg ennél azért többet szerettem volna. És egyik délután elmentem anyukám elé a munkahelyére, reggel 6-tól 2-ig dolgozott, és én 2 órakor ott vártam a kapuba. Így meg is lepődött, hogy akkoriban nem volt mobiltelefon. Tehát én egyszer csak ott megjelentem. És kérdező, hogy hát miért vagy itt, és mondtam, hogy azért, mert ma van az utolsó nap, hogy be lehet iratkozni a zeneiskolába, úgyhogy légy szíves, kísérj el, mert szülővel együtt lehet csak. És akkor így kicsit így felszaladt a szemöldök, és mondta, hogy hát jó, elsétáltunk, és megtörtént a beiratkozás. Ott rögtön volt egy meghallgatás, egy ilyen kvázi felvételi, ugye kellett énekelni, tapsolni, ritmusokat visszamondani. Sikerült minden, nagyon örültek nekem. És annak meg különösen, hogy megkérdeztek, hogy na és milyen hangszer szeretnél tanulni, és hát minden kisgyerek zongorázni, hegedülni, vagy maximum fuvolázni szeretett volna, én meg mondtam, hogy trombitálni szeretnék, és így ennek megörültek, hogy hú, az nagyon jó, akkor
meg is van, és fel is vettek trombita szakra. Egy kisfiú életében mindig fontos, tehát az első lépés. Viszont a további lépések a megerősítést jelentik általában. Ebben pedig óriási szerepe van a pedagógusnak. Ki volt az első tanárod, akire szívesen emlékszel, akinek az első gondolatai elkísérnek a máig? Hát azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve lehetne itt most a falusi iskolában lévő tanítóimat is mondani, de én most azért itt most a zenére koncentrálnék. A Nagykanizsai Zeneiskolába Baráth Zoltán tanár úrhoz kerültem. Ő akkor egy fiatal, majdnem pályakezdő tanár volt, egy kicsit azért már egy néhány éve ő már ott tanított, egy nagyon agilis, egy nagyon-nagyon szerteágazó figyelemmel bíró és nagyon nagy tudású zenészről beszélünk. Vadászkürt szakon végzett a főiskolán, de valami rengeteg hangszerrel játszott, tehát hogy a trombitán, harsonán, tehát minden részfúvós hangszeren, és mellette basszusgitározott és billentyűzött, tehát ő egy igazi, egy a szó nagybetűs értelemben zenész volt. És amikor hozzákerültem, én már úgy akkor 9 éves voltam már, amikor ez a zeneiskolai képzés nekem elkezdődött. Én gondosan titkoltam, hogy az unokabátyám nála tanul, és gyakorlatilag az egyik kedvenc tanítványa, mert én már úgy nem mondtam ki, de bennem volt, hogy én egyedül szeretném. Tehát, hogy ne azért kerüljek ehhez a tanárhoz, mert az unokabátyámat szeretném, én magamat szerettem volna ott nála. És hát ez úgy indult, hogy rögtön az első óráról elkéstem, mert nem engedtek el a napköziből. Tehát, hogy nekem kellett volna írásos engedélyet, én meg úgy voltam vele, hogy mondtam a tanárnőnek, hogy értse meg, nekem trombita órán van 14:30. Azt mondta, hogy nem lesz, mert nincs papírom. És hát addig, hát szerintem 150-szer elmondtam neki, hogy hát ne hozzam el a helyzetbe, engedjen el. És akkor ő is szerintem megunta és elengedett, és egy óra késéssel odaértem az első trombita órámra. És hát annyi volt a lehetőség, hogy bemutatkoztunk egymásnak, és annyit mondott a tanár úr, hogy hát figyelj ide, akkor itt van ez a fuvóka, hát ezt vidd haza, ismerkedjével, és akkor pár nap múlva találkozunk. Majd az első órán megmutatta utána a következő alkalommal, hogy ezt hogy kell megszólaltatni, nem sok minden fért bele. Na hát én hazamentem, fújogattam, és hát úgy mentem vissza a következő órára, hogy már néhány hang ment. Ami azért nem szokott így sikerülni, tehát azért van, hogy hónapokig küzdenek diákok azzal, hogy ez megszólaljon. Nekem ott akkor ez úgy sikerült, és jött egy másik részfúvós tanár, ez a harmadik órán volt körülbelül, tehát nagyon-nagyon az ismeretségünk elején voltunk, akit Hajas Bélának hívtak, Béla mai napig a Balatonparton él, és szerintem a mai napig fúvózenekart vezet, és Bélának nem jöttek ki az óraszámai, és mondta, hogy figyelj Zolikám, kéne nekem még egy pár növendék, hogy valamit itt boltoljunk, és akkor mondta, hogy Zoli, hogy hát nem tudom, figyelj, kit adjak, hogyan adjak, és akkor így rám bökött a Béla, hogy hát add őt. És akkor a Zoli mondta, hogy őt nem adom. És ez a mondat, ez annyira bennem maradt, hogy nekem ez fontos volt. Tehát ez egy akkora megerősítés volt ott rögtön az első egy hét után, hogy én utána az Zoli után mentem így. Tehát és gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy egyik oldalról, hiszen magad a tanárod erősítette meg, másrészt pedig én bizonyos vagyok benne, hogy a szorgalom sem hiányzott belőled. Azt gondolom, hogy igen, szerintem szorgalmas gyerek voltam. A zenében mindenképpen. Mikor dőlt el, hogy ezt választott hivatásodul? Hiszen azért kicsi gyermekként valaki eldönt valamit, azért tudjuk, hogy később számtalan buktató jöhet. Hát olyan hatodik osztályos lehettem az általánosban, amikor engem már teljes tudatossággal zenei pályára készítettek. Ez azt jelenti, hogy B-tagozatos lettem a zeneiskolában, hosszabb óráim lettek, nagyobb rendezvényeken mindenhova el kellett menni játszani. Ugye komolyabb vizsgaanyagok is voltak. Aztán hetedikben volt egy kis egy nagyon enyhe visszaesés részemről, hogy mondtam, hogy zenész leszek, de ugye azért annyira nem őrültem bele ebbe a túlzott akarásba, és 8. elején dőlt el bennem nagyon, hogy igen, én ezt szeretném, és én zenész szeretnék lenni, és zenélni szeretnék, amennyit csak lehet. Itt még nincs a gondolataidban a katonaság.
Hát távolról sincs. Tehát mert ugye azt tudjuk, hogy egyetemre a lélekzenekar vezetés szakra jártál, és párhuzamosan a zeneművészeti főiskolára trombita szakra is. Igen. Még akkor sem, amikor elkezdted az egyetemet, hogy katona szeretnél lenni, vagy valamilyen formában kapcsolódni a rendvédelmi szervezetekhez? Nem, nem. Én ezt nem nagyon szoktam takargatni, egyáltalán nem fordult meg a fejembe. Én pontosan úgy működtem, mint az összes többi zenész, civil kollega, akár a főiskola alatt, akár a főiskola után, hogy jaj, csak katona ne legyek, mert akkor kinek mennyi, de hogy 9-12 vagy x hónapig, akkor ott nem lehet gyakorolni, fölösleges az egész, semmi értelme, tehát mindenki nyilván próbált ebből a dologból kimaradni, és bennem is az volt, hogy én nem akarok elmenni sorkatonának, az hivatásos katona meg se fordult a fejemben, mert hogy én gyakorolni akarok, én színházban játszom, én a szimfonikus zenekarban játszom, egyébként főállásban trombita tanár vagyok, köszönöm szépen, kerek az életem. Csak aztán ugye azért tényleg mást, egész szó szerint más hozott az élet. Egy kicsit így a makacs konokságom is talán ebbe közre játszott, mert az egyetemi és a főiskolai diplomám után, megszerzése után én szerettem volna külföldön tanulni. És a Salzburgi Zeneakadémiát néztem ki erre, és nem művészszakon, hanem egy ilyen másoddiplomás tanárszakot szerettem volna végezni. Ez gyakorlatilag nálunk most már van, de akkor még nem volt. Tehát ez 20 évvel ezelőtt egy teljesen más képzési rendszerünk volt. Gyakorlatilag mester tanári szakot szerettem volna végezni Salzburgban. És el is mentem felvételizni, egy borzasztó hosszú procedúra volt a felvételi. Ugye művészszakra oda ment az ember, trombitált egyet, tetszett, felvették, nem tetszett, nem vették fel. A tanárszakra nem, tehát ott azért nekem német nyelvből volt felvételi, szóbeli, írásbeli, ami nagyon-nagyon jól sikerült, hál' Istennek akkor. Nyilván szolfés, zeneelmélet, zongora, trombita, még nem is emlékszem. Tehát egy hétig ott voltam Salzburgban, és minden napra jutott egy vagy két vizsga. És aztán a végén összeállt az egész. És 8-an voltunk trombita szakra jelentkezők, ebből én a második helyen végeztem, viszont egyet vettek fel. És akkor mondta a professzor, hogy jöjjek vissza egy év múlva, vagy fél év múlva, mert lesz hely, szívesen foglalkozna velem, és én akkor azt mondtam, hogy nem, én most szeretnék jönni, vagy most jövök, vagy nem jövök. És akkor békességgel elváltunk egymástól, és jöttem haza, sose felejtem, hogy jöttem haza vonattal Salzburgból, és én azt ott lezártam, hogy jó, ez nem sikerült, nyilván nem itt van a helyem, de hogyan tovább. És ez egy 6 órás vonatút volt, amikor leszálltam Budapesten a vonatról, akkor én tudtam, hogy én szeretnék fúvós karnagyi végzettséget szerezni itthon, és hogy akkor én felvételizek, beiratkozok fúvós karnagy szakra, mert akkor már érdekelt egyébként ez a karmesterség, hiszen elvégeztem a karvezetőt, tehát az, hogy kórussal dolgozni, az énekhangokkal dolgozni, az már megvolt, és nagyon-nagyon szerettem, nagyon-nagyon megszerettem ezt a fajta munkát. Érdekelt a hangszerelés, hogy lehet különböző hangzásokat kihozni különböző zenekarokból, és akkor én másnap bementem a főiskolára, és Neumayer Károly tanár úrnál jelentkeztem, hogy itt vagyok, szeretnék tanulni. Aztán ez lett belőle, hogy tulajdonképpen azóta is ezt csinálom. Mielőtt a folytatásról beszélnénk, beszéljünk arról, essék szó mindenképpen, hogy miként választottál stílust magadnak, hiszen egy trombitás előtt tulajdonképpen nyitott a pálya, és mégis szűk. Abban az értelemben gondolom ezt, hogy tehát a könnyűzenei zenekarokban, a jazz funkiban még elmegy, de egyébként ugye én azt gondolom, hogy a fúvós zenekarok az otthonai a trombitásnak. Hú, hát nehéz kérdés. Ugye nagyon-nagyon sokrétű. Tehát az első dolog, amiben szerintem, és ez nem jó feltétlenül, hogy különbözik például az amerikai fúvós oktatás a magyar fúvós oktatástól, hogy ott van egy nagyon egyszerű képlet Amerikában, azt mondják, hogy ha két hangszeren akarsz tudni játszani, akkor kétszer annyit kell gyakorolni, és pont. Ugye nálunk azért eléggé specifikus, hogy ha valaki trombitás, akkor ő csak trombitás, ha valaki fuvolista, akkor ő csak fuvolista, holott egyébként a világ más részén teljesen elfogadott dolog, hogy hát adott esetben más hangszeren is lehet professzionális valaki.
És ugyanez van a stílusokban is, hogy nagyon-nagyon mást kell tudnia egy szimfonikus zenekari zenésznek, és nagyon-nagyon más kell tudnia mondjuk egy big band első trombitásának, vagy mondjuk egy funky zenekar trombitásának. Miközben a kettő egyáltalán nem zárja ki egymást, mert én azt gondolom, hogy itt kell helyre rakni, és annyi, hogy egyszer ide rakom ezt az elemet, egyszer meg oda rakom azt az elemet, tehát hogy ezt igen, kétszer annyit kell rá gyakorolni. És én ezt nem nagyon választottam. Tehát, hogy mivel én annak idején már gyerekként barát Zoltán tanárónál azt láttam, hogy ő játszik fúvós zenekarban, hogy ő játszik szimfonikus zenekarban, egyébként pedig könnyű zenei hangszereléseket csinál, és csinálta a Határőr ifjúsági zenekart, ahol big band zenét játszottunk, tehát én ott már 10-11 éves koromban a nagyok mellett ott ültem, és játszottuk a Mezzoforte Garden Party-t, tehát hogy egy olyan impulzus kaptam tőle, amit én a mai napig, amiért hálás vagyok, és a mai napig hordozom, tehát hogy én is voltam szimfonikus zenekarban, az elsőtől a hatodik trombitáig mindent játszottam, szólót kivéve, tehát zenekari anyagokat játszottam, nagyon-nagyon sok munkám volt benne, és hálás vagyok ezért, de játszottam ugyanúgy big bandbe, vagy volt egy ilyen jazz rock funky zenekarunk Pécsen, még egyetemista koromban, a Spleen zenekar. Hát ott én ott rengeteget tanultam, tehát hogy azért amikor éjjel 3-kor oda kellett menni egy rockfesztiválra, és hajnali 3-kor kellett játszani jól a színpadon, azt gondolom, hogy aki ezt nem próbálta, az nem tudja, hogy ez milyen nehéz. No, ezt jó, hogy elmondtad, mert most jön az a kérdés, ami a következő, illetve az elmúlt 20 évedről szól. Hogy kerültél, ugye azt mondtad, hogy nem szerettél volna katona lenni, sőt, és akkor egyszer csak a Kaposváron találtad magad a Kaposvári Katonazenekarban. Ennek is biztos van egy olyan története, ami aztán elvezet a máig. Igen, hát ez két szálon futott. Az egyik, hogy ugye elkezdtem járni a fúvós karnagyképzésre, és én azt nagyon-nagyon megszerettem az első pillanatban. Tehát azt éreztem, hogy igen, itt itthon vagyok, van itt tennivalóm, és szeretnék ebből élni. Igen, ám, na de hogyan? Hát Magyarországon azóta, tehát akkor is így volt, előtte is így volt, és a mai napig így van, hogy ezzel hivatásszerűen pénzt keresni, megélni csak a fegyveres testületeknél lehet, hiszen az amatőr fúvószenekarokban kvázi egy második tevékenység, egy hobbi, egy szabadidő. Iszonyatosan magas színvonalú amatőr zenekaraink vannak az országban egyébként, tehát hogy nagyon-nagyon magas szinten zenélnek, de nem ebből élnek. És bennem volt, hogy én szeretnék elmenni mondjuk akár a rendőrzenekarhoz, akár a pénzügyőrzenekarhoz, valahogy a katonákra még akkor se gondoltam. És valószínűleg azért, mert ott ismertem embereket, tehát hogy őket láttam inkább többször itt-ottam ott fellépni, és egyszer csak jött egy ilyen megkeresés, hogy a Pécsi Szimfonikus Zenekar, akkor még így hívták a mai Pannonfilharmonikusok. Tehát ott ültem egy próbán, nem emlékszem már, hogy mit próbáltunk, de az akkori ütőszólam vezető nagyon-nagyon hevesen elkezdett mutogatni nekem próba közben, és én így próbáltam elbújni a kottálvány mögé, hát hogy ugye nem divat beszélgetni, meg mutogatni, miközben megy a próba. És aztán szünetbe odajött hozzám, és mondta, hogy tudok neked egy jó állást. Hát mondom, nem kell köszönöm, van állásom, én Harkányban voltam trombita tanár, jól éreztem magam. És azt mondta, hogy de figyelj, az öcsém a Kaposvári Katonazenekar karmestere, és üres a karmester helyettesi hely, neked való. És én mondtam, hogy hát köszönöm szépen, Feri, én nem akarok katona lenni, én nem erre gondoltam, de aranyos, hogy megkerestél, de nem szeretném, köszönöm. De gondold át, hát figyelj, 3 év múlva nyugdíjban megy, utána te lehetsz a karmester, hidd el, tök jó lesz. Nem, kérem, köszönöm. Na, másnap mentem próbára, jön hozzám a Feri, hogy beszéltem az öcsémmel, mondtam, hogy mindenképpen oda akarsz menni dolgozni. Ó, mondom, de rendes tőled. Úgyhogy így indult a dolog, és aztán felvettük a kapcsolatot, és nagyon-nagyon jó, hogy felvettük, mert hát azóta is tehát ebben élek. Ez a 10 év nagyon fontos 10 esztendő volt, és hogy vezetett az utat Fehérvárra a következő 10? Az már a mi 10 évünk, és ez azt hiszem, hogy egy fontos 10 esztendő. Igen, hát egyébként megdöbbentő, hogy elrohant ez a 10 év, tehát hogy ez ilyen közhelynek tűnik, de az ember néha csak feleszmél, hogy jaj, már 10 év eltelt. Hát én nem 10 éve kezdtem Székesfehérváron dirigálni, hanem
tulajdonképpen 15, ha jól számolom, mert a Vörösmarty Színházban én már dolgoztam karmesterként, úgyhogy Kaposváron voltam katonazenekar karmester, és volt egy musical zenekarunk, egy teljesen civil zenekar, amivel jártuk az országot, és felléptünk számtalan színházba, és onnan jött a kapcsolat és az ismeretség, hogy elhívtak ide vezényelni Székesfehérvárra is. Úgyhogy engem tulajdonképpen az akkori katonaállomány és az akkori vezető katonaállomány már ismert a színházi karmesteri munkáimból. Tehát tudták, hogy most, ja igen, megnézzük a darabot, igen, ezt az a kaposvári karmester vezényli, képzeljétek el. Tehát, hogy ez így egy kicsit így elkezdett jó értelemben közszájon forogni. És aztán, amikor megüresedett Székesfehérváron a karmesteri hely, akkor engem egész egyszerűen felkerestek és felajánlották ezt a helyet. Nyilván felfigyeltek a katonazenekari munkámra is, hiszen a kaposvári zenekarral is én azt gondolom, hogy egészen úttörő dolgokat csináltunk. A mai napig szerintem országos szinten is számít, hogy akkor milyen újdonságokat hoztunk be. Például az, hogy mondjuk adventi hangversenyt a katonazenekar igenis templomban tud csinálni, hiszen az egy szakrális közeg, és nagyon is összefér az egyenruhás lét azzal, hogy a templomban egy nagyon szép megnyilvánulásunk legyen. Ez 2007-ben csináltam az első ilyet, és nagyon-nagyon szerették a kaposvári emberek. De csináltunk olyan színpadi, színházi sót a kaposvári katonazenekarral, ami tényleg első és egyedülálló volt az országban, és azóta sem nagyon van egyébként, mert hát nagyon nehéz létrehozni. Szóval, hogy felfigyeltek erre a munkámra is, meg arra is, hogy a fehérvári közönség is, és a kulturális élet is már egy kicsit úgy megismert és elfogadott, úgyhogy akkor még a mostani miniszterünk, ugye Benkő tábornok úr volt itt az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, és ő behivatott, és azt mondta, hogy hát akkor rám gondoltak, és én annyit mondtam neki, hogy nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon megtisztelő ez az ajánlat, de hogy szeretném átgondolni. És ő annyit mondott, a maga iszonyatosan kifinomult és nagyon-nagyon higgadt úriember stílusában, szép lassan, hogy jó, menjen haza, gondolja át, de azt tartsa szem előtt, hogy vannak ajánlatok, amikre nem illik nemet mondani. Úgyhogy én igazából kaptam ott 2 hónap gondolkodási időt, de úgy álltam fel az asztaltól, hogy tudtam, hogy fogok jönni. Családdal megbeszéltük, és 10 éve itt vagyunk. Igen, hát a család nagyon fontos, hiszen a lelked jobbik fele és a 3 kislányod is, tehát egy új közegbe kellett, hogy megérkezzék, de most már otthonra találtatok mindenképpen. A színházat pedig csak folytatni kellett, ugye? Igen, tulajdonképpen ebben igen. Az értelemben. Igen. Viszont folyamatosan új és új dolgokat láthatunk tőletek, ez a színházra is vonatkozik, és gyorsan egy rövid gondolatsor a Chicagóra. Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy milyen rangot jelent Magyarországon is, de a világszerte mindenütt, ha kritikusok, tehát a szakma fekete tollal író emberei a gondoskodó szeretet helyett tudjuk, hogy néha miket írnak. Most, ha kritikusok elismernek egy olyan kult darabot, mint a Chicago, és külön kiemelik egyébként, én nemrégiben beszélgettem Horváth Csabával pontosan erről, hogy számára egy óriási megerősítést jelentett a ti jelenlétetek. De mi kell ehhez, hogy egy teljesen más műfajban is olyan szintet képviseljetek, ami a csúcsra vitt? Mit kell csinálni a hétköznapokon, hogy egy színházi fellépés ünnep lehessen? Gyakorolni kell, dolgozni, próbálni. Tehát én azt gondolom, ez tulajdonképpen lehet, hogy közhelynek számít, de mégsem az. Tehát, hogy a mindennapos kemény munka az idővel muszáj, hogy gyümölcsöt hozzon. Tehát én nem gondolom, hogyha valaki folyamatosan leteszi az asztalra a komoly munkát, hogy annak ne legyen eredménye, muszáj, hogy eredménye legyen. És hát mi ugye
napi szinten gyakorlunk, napi szinten próbálunk, azért egy komoly, nagyon komoly nyomás alatt van a katonazenekar, nem csak a miénk, hanem ámblok egy katonazenekar, hiszen meg kell jelenni egy koszorúzáson, meg kell jelenni egy állami ünnepen, adott esetben koncertet kell csinálni a bazilikában, tehát egy viszonylag széles spektrumot kell tudni birtokolni, és azt gondolom, hogy ez a zenekar ennek a képességnek birtokában van. Nemrégiben a beszélgetésünk előtt elmeséltem neked, hogy egy bizonyos Ruf Dorkáról szeretnék veled röviden beszélni, hiszen egy fantasztikusan tehetséges ifjú tollforgatóról kell, hogy beszéljünk. Ugye a nagylányodról van szó, aki a Táska Rádióban is dolgozik és ír, remekül ír, és nemrégiben jelent meg egy rövid portré veled. Most ez egy másik út. De azt hiszem, hogy egy édesapának mindenképpen megerősítést jelent. Tudom, hogy mind három lányod nagyon-nagyon tehetséges, de én erre kaptam fel a fejem. Igen, mind a három gyermeknek van művészi kötődése, valamilyen irányból művészi vénája. Dorka, ő a legnagyobb, ő ír. És ez úgy jött neki, tehát ő kicsi kora óta nagyon-nagyon szeretett olvasni, és hál' Istennek könyveket, tehát hogy őt valahogy most jó értelemben, de megfertőzte az olvasás. Az a típusú ember, aki szereti leemelni a könyvet a polcról, és szereti egy kicsit az illatát is érezni, tehát hogy a fizikai kapcsolatban is lenni ezzel a könyvvel. Hát én nem is tudom, mennyit olvas, azt csinálja, amit én csináltam ennyi idős koromban pont, hogy könyv után, és falja a könyveket, és hát nyilvánvaló, hogy ez ő benne generál érzéseket, generál gondolatokat, és elkezdett írni. Annak idején én is írtam, de igazából nem is az írás volt a fő profil, hanem nem ennyi idősen, mint ő, hanem a főiskolás éveim alatt én rádióztam egy kicsit Pécset. Nagyon érdekelt ez a világ, de aztán ugye az élet végül is ebbe a karmester szakmába hozott, és a rádiózás abban maradt. Hát Dorka az, aki most egyelőre ír nagyon jókat, és az a megdöbbentő egyébként apaként, hogy azt látom, hogy ő fejlődik, és kinyílik, és ebben nekem nincs, hogy mondjam, tehát ebben maximum egy kontroll van, hogy néha, amikor végzett, akkor azt mondja, hogy apa, elolvasod, de hogy egyedül küzdi magát végig ezeken az írásokon, és egyedül fejlődik, egyedül harcolja meg ezeket a harcait. Én nagyon örülök, hogy forgatja a tollat. Igen, és van egy hegedűs és egy fuvolás kislány a csapatban, úgyhogy ez egy kerek a világ? Nem egészen így van, mert ugye Dorka, aki fuvolázik, tehát hogy ő hobbiból nagyon-nagyon szeret fuvolázni, nagyon szeret zenekarba játszani. Aztán Réka, a középső, ő zongorázott és eddig szinkron korcsolyázott nagyon-nagyon keményen, most úgy tűnik, hogy a tánc felé veszi az életét egy kicsit. És a legkisebb, Panka, ő is már 10 éves, ő akkor született, amikor ide költöztünk, ő meg hegedül. Szóval, hogy igen, van egy kis művész élet a családban. Tehát kerek a világ. Igen. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!